És sokan írtátok már, hogy szeretnétek room tour videót. Mindig azt mondtam, hogy jó, majd lesz, de aztán most, hogy már így kész van így a szoba, így gondoltam, hogy akkor mi lenne, ha megcsinálnánk most ezt a room tour videót, és nem egy ilyen hosszú, nem egy ilyen szarrá vágat, hanem tényleg olyan, hogy csak hogy mi van mögöttem, hogy csinálom a videókat, hogy néz ki ez az egész szoba, ahol én itt tengetem a napjaimat, meg ilyenek. Szóval ne várjatok ettől nagy poén áradatokat, meg ilyeneket, hanem tényleg csak úgy egy körbevezetés jelleggel. Jött egy ablak, szexi függönnyel, és ezt a függönyt, ezt már nagyon régóta le akarom cserélni egy sötétített függönyre, mert kurvára rosszul úgy állom felkelni, hogy tényleg arra kell, hogy világos van, és nem tudod elsötétíteni a szobának, nem mindegy. Egy festmény, amit barátnőmtől kaptam, ott egy YouTube díj, ez ide lett kiakasztva. Ezt majd mutatom, majd nem tudom, hogy meg tudom mutatni, de talán meg tudom mutatni, és akkor talán majd láttok engem is, hogyha elindítok egy stream előnézetet, akkor ott, hát most pont nem, de egyébként, hogyha egy kicsit arrébb húzom a webkamerámat, ami ott van, akkor pont bele látszik az, de most így nem. Streamerbe bele szokott látszódni, azt tudom, viszont így nem. Ezt viszont le is állítjuk bezen. Ez itt ugye az a tévé, ami felkerült oda, tadam, illetve az a kis monitorom. Ez úgy van egyébként tervezve, hogy ez a monitor fog majd oda menni a sorokba, és ezen kívül lesz itt majd egy 120 Hz-es gamer monitor, viszont az nem egy olcsó összeg, így ez majd valamikor talán jövőre összejön. Az Xbox párkányon van egy kormány, amit a konzolok szervize jó voltából kipróbálhattam, viszont érintkezés hibás lett, ezért majd vissza kell vinni, és utána látok róla majd a Geekboxon bemutató videót. Ez az ágyam, de ez az ágy az, ami ki lett ugye cserélve a szobában, ehelyett ott volt azon az oldalon egy egyszemélyes ágy, itt pedig most van ez a kettő, ezt a piros lepedőt, és sosem tudtam, hogy miért élem, de annyira valamilyen mindig szerettem azokat a lepedőket, ami olyan volt, hogy belebújsz és hideg. Na és pontosan ez az egyetlen olyan lepedő, amit találtam, és ilyen hideg a tapintás, én hűvös, én kihűltebb, és ezeket nagyon élem, aztán ezt vettem meg, hát na. Pedig egyébként majd fogok lenni rá majd valami hasonló színűt, mint ez, mert hát azért mégiscsak az a királyság, nem pedig ez a piros útvar vicc. Ja, itt van nekem egy ilyen kis fiókom, sulis dolgokkal, meg ruhák a földön, ezeket nem nézitek. Itt egy hall, bazony, könyvek, így vitrim. Itt van az az ajándék, amit kaptunk egyszer az OVS-en egy sráctól, ez ilyen kézzel összehajtogatott kis bábú, mert ilyen kézzel összehajtogatott, meg is tudom mutatni talán, ilyen kis papírfesznékből van összerakva. De most nem fogok egyet sem levenni, mert már eléggé megvan kicsit, hogy hívják olva a srác. Megvan ütve-verve szegény, mert már esetleg ezzel állva, amit akarsz, de úgy próbálom egybe tartani. Azt még egyszer nagyon szépen köszönjük. Sirius is kapott, meg Kaveri, meg ilyenek. Egy poszter, általános iskolás, hogy hívják. Az egy ilyen BMW-s kép. Aztán mi van még itt? Itt van egy kis mikrofonálvány, a régi. Itt van az a kis mini drón, amiről még nem csináltam videót, de majd szeretnék egy ilyen kis poén el lehet vele repkedni. Hajvasaló, mert barátnőm nemrég itt ott, és neki elő kellett vennem, mert bevallom, régen néha vasaltam a hajam, beszarsz. Aztán mi van itt még? Szóval vannak az Xbox One játékaim, az összes Xbox One-os, azok még PS2-esek, PSP-sek, ez karácsonyi ajándék lett volna, de helyette megettük. Igen, erre sokan mondtátok, hogy tömegnevelőzöm, hogy szteroidozom, meg ilyenek. Nem, körülbelül életemben nem volt, nem használtam azt, viszont tetszett a pohara, aztán lehoztam bátyámtól. Ugye a gamer szemegemnek a tokja, ami ott van, borzasztó nagy vagyon, jelentem. Ja, illetve a kis papír, amit kaptam még annól a YouTube-tól. Ez itt G2-es szerződés, ez itt milyen Szibéria V3. Itt a kis billentyűzetem, egerem, illetve egerpadom. A QCK Plus, a nagy, a Gamer Championship Bundle-os, de lehet cserélve, mert nem fért oda. Ezen kívül pedig itt van az a mikrofonálvány, most így van beszerelve. Ugye, alul a gép, és a borzasztó nagy hely, szóval ezt így prezentálnám, hogy ez nem nagy hely, tényleg ide bejössz, és ennyi a metódus, hogy leülsz, megfordulsz, leülsz, be tudod fordítani a lábadat éppen, és utána pedig itt ülsz a gép előtt.
Na mi maradt még? Ja igen, a dobozok. Gyerekek, óriási dobozmániás vagyok. Ha megnézitek, rengeteg doboz. Itt fönt, Szibéria, az Xbox van, a kontrollere, az Avermedia, a Canon, a Szibéria V2, és a Rivals is. Szóval az tényleg nagyon nagy doboz gyűjtő vagyok, és ők itt vannak, minden videókártya, alaplap, az ott talán hátul a mikrofon, az leghátrébb a videókártya megint, azok nem tudom hirtelen mik, itt van az iPadnek itt közte, szóval nagyon nagy doboz gyűjtő vagyok, itt a szekrény tetején az mindig dobozokkal van tele, és nagyon bírom is egyébként, hogy kinéznek ezek a dobozok. Igen, itt vannak a tisztálkodószerek, szóval ez egy hétre elegendő fürdés biztosít, őknek szemegek, ő nem az enyém, jelezném, ő egy ilyen nagyon-nagyon raj napszöveg, töltő, törött porcelán, mert az minden szobába kell a törött porcelán, illetve itt van egy kis tízszírozós matrica, sapkák, van egy tízszírozós sapkám, FB sapkám, Facebook sapka, jeans, ezt még a talán Flor mutatta azt az oldalt, onnan ő vette az én sapjait, aztán vettem én is egyet. Itt edzőfelszerelés, kamera, illetve régi joystickok. Aztán mi van még? Nincs egy nagy érdekes szobám, hogy ott van egy G2-t, megjelenési naptár. Jelezném, megjelent a G2-t, ja nem. Azok ott fent, azokat azért nem mutatom, mert azok osztályképek. YouTube díjhez maradt. Naptár. Nagyon fontos a naptár. Mutatnám, mennyire vagyok aktív naptárügyileg. Nem lepődnék meg, ha ez február, szüleim átlapozták. Mi ez a kis izé? Ja, hogy halak. Halak izé van, dátum van, nagyon kemény. Szóval, itt van az én kis ágyam, meg ő is az ágy. Az nagyon neki. Ugye a tévé az azért lett oda, mert hogy mutatom, most fekszem az ágyban. Sziasztok! Fekszem az ágyban, és az a monitor, az innen, borzasztó messze lenne és kicsi lenne, ezért lett az a tévé oda felrakva, hogy az ágyból is tudjak igazából filmet nézni, meg tévézni. Szóval nagyon nagy királyság. Ennyi lenne. Ilyen az én kis stúdióm. Egy lámpával. Ja, és annyit terveztem még, hogy oda szerettem volna egy LED csíkot, hogy legyen fény az arcomon. Aztán rájöttem, hogy majd ez később. Ennyi lenne az én kis stúdióm, idézőjelben. Aztán, ja, ilyen az én kis szobám, birodalmam. Örülök, hogy megnézted a videót, köszönöm szépen a figyelmedet, és találkozunk a következőben. Sziasztok!